Nagy szeretettel köszöntöm a kedves németországi, ausztriai, svájci, németül beszélő testvéreinket. 1993-ban jött létre a Szent Ferenc Alapítvány a Romániában élő, bajba lévő gyermekek megsegítésére. Az elmúlt 25 évben közel 6000 gyereket fogadtunk be, hát ebből 3800 már ki is repült, sokan családot alapítottak, van 3-4 gyerekes gyerekünk is, úgyhogy nagytata vagyok. Jelenleg 83 gyermekvédelmi központban tevékenykedünk Erdély szerte. Istennek legyen hála, pár évvel ezelőtt Ausztriából, Németországból, Svájcból megkerestek, és ugye az évek alatt sokszor támogattak, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, hogy egy közösség lenne, egy egyesület, amelyik felvállalná a Szent Ferenc Alapítvány Németországból, német nyelvterületről érkező támogatásokat, segítségeket, koordinálná ezeket az erőket. És hát én mindazokat, akiket ismertem, megpróbáltam egy asztalhoz ültetni, összebarátkoztak, és amúgy is már évek óta támogattak bennünket, egy asztalhoz ültek, és létrehoztak Münchenbe egy egyesületet. Hubert István bátyánk vezeti ezt az egyesületet, megvan a kuratórium is, szépen működünk. Nekik nagy nagy szeretettel szeretném megköszönni az eddig elvégzett munkát, és bíztatom, hogy továbbra is álljanak a gyermekeink mellett, mert ez egy jó cél, Isten előtt kedves. Én azt gondolom, ezek a gyerekek megérik, hogy mi támogassuk őket. Ugyanakkor szeretném azokat is hívni, támogatni, akik esetleg még nem ismerik a Szent Ferenc Alapítványt. Én bíztattam is, hogy az egyesület szervezzen egy közös kirándulást azoknak, akik esetleg kíváncsiak Erdélyre. Itt ugye annak idején sok száz német eredetű ember is élt. Látogassuk meg ezeket a helyeket, és egyúttal a gyermekvédelmi központainkat is. Hát ha feladatot, célt találnának maguk számára ebben a Münchenben létrehozott német alapítványban, egyesületben. Jó Isten áldását kívánom én önökre. Adja az Isten, hogy együtt, közösen sok szép dolgot tudjunk csinálni Isten dicsőségére, bajba lévő gyerekeink örömére.